Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, én Varga Kinga vagyok, ez pedig a Starlike, a Sláger TV Facebookos kívánság műsora. Ma is itt van velem két vendégem, hogy beszélgessünk egy jót a mai műsorban, és természetesen teljesítjük a korábban írt kívánságaikat is. Vendégeim ma Anna Mari és Kerner Tibi, sziasztok, köszöntelek titeket! Szia! Szia! A mai műsorunk témája szagló emlékezet. Szag, emlék, hát megvan. Igen, illat. Meg lesz illat. Hát sokszor a szagok egyébként jobban megmaradnak, de ezt a mai műsorban meg fogjuk beszélni. Ugye az illatok, a szagok különböző emlékeket idéznek elő bennünk, érzelmeket váltanak ki. Gyerekkorban már megtapasztaljuk ezeket, elég hamar. Arra leszek kíváncsi, hogy ti mihez mit kapcsoltok, milyen illathoz mit kapcsoltok, mit idéznek föl bennetek bizonyos illatok vagy szagok. Jó? Érdekes kis téma lesz, mielőtt belecsapunk, jön az első kívánság. Számotokra mennyire fontosak az illatok? Számomra nagyon, abszolút meghatározó. Szokta is mondani az uram mindig azt, hogy én tiszta vizsla vagyok. Hogy mindent így kiszagolok, mindig érzem, hogy ki, hol, mit főz a szomszédba. Tehát, tényleg? Aha, nagyon-nagyon érzem az illatokat. Nekem egyébként van erre egy tök jó sztorim, ugyanis én mindig, mikor elmegyek valahova nyaralni, de főleg, hogyha repülővel megyünk, akkor mindig veszek egy illatot az úton, például a repülőn, vagy most bent valami kis soba, és akkor azt az illatot használom végig, és az az illat engem ahhoz a nyaraláshoz köt. De érdekes. Na, ilyet még soha nem hallottam. Ezt a barátnőmtől tanultam, és tök jó ötlete volt, és valóban, ha visszaköszön valahol az az illat, akkor én akkor az az emlék. Oda Aha. Például. De jó. Ez nagyon érdekes, ez nagyon jó. Meg jó dolog. Tibi? Én az illatokkal és a szakokkal úgy vagyok, hogy én nagyon-nagyon érzékeny vagyok rájuk. Tehát mind az illatra és mind a szagokra. Állítólag a családom azt mondja, hogy mindig folyton mindent érzek. Olyat is, ami egyébként nincs igen. is. Hát nem mondanám, mert azért igen, eltalálom, de tényleg én jónak mondom, nagyon jónak mondom a szaglásom. De zavarnak, a szagok zavarnak. Aha. Főleg, hogy gyerekkorban, ugye tömbházban nőttem fel, lépcsőházban, és ott szokás volt az, hogyha valaki főzött valamit, akkor mindenhol. Szombati vasárnap délelőtt, nyitva voltak az ajtók, és akkor bejöttél a lépcsőházba, akkor töltött káposztától megkezdve mindent éreztél. Igen. A menü. Igen. Igen. Mi az, ami mondjuk nektek bűzlik? Tehát mi az, ami rossz? Ami... A határ? Hát úgy nem, hanem milyen illat az, ami nektek szag? És nem szeretem. Hát a gázszagot utálom. Gázszagot. Aha. Gáz főzőlapotok, vagy hogy főzőlapotok? Nem egyáltalán, nem? De mondjuk, hogyha palackkal mondjuk grillezünk, vagy mit tudom, engem zavar. Meg mondjuk lehet félek is tőle, de hogy is engem meg az izzadságszag nagyon. Független, hogy kinérzem magamon, máson, stb. Az nagyon tud zavarni. Aha, hát ezzel egyetértek, az egy borzasztó kellemetlen dolog. Kifeszülsz tőle, mi azonnal, hogy uram? Igen. Na jó, hogy egy kicsit földobjuk ezt a hangulatot, jön egy kis muzsika. Már is folytatjuk a Starlike-ot vendégeimmel, a szagló emlékezet témakörben bolyongunk mi most egy kicsit ebben a műsorban. Gyerekkorban ismerkedünk meg általános szagokkal, illatokkal, és akkor rögződnek ezek bennünk. Van-e olyan esetleg, vagy tudnátok-e olyat mondani, hogy egy pozitív illatnak mondjuk negatív hatása van a ti életetekben? Nekem ilyen rossz egyébként nincs. Nincs? Hogy így visszakötném rosszra. Az már inkább. Például gyerekkoromban anyának ezek a szprék, ez a régi impulsz, tudod? Júj, persze. Mai napig, ha valahol látok valamit piacon, azonnal veszek. Van még egyáltalán létezik? Kézzed el, hogy van? Kézzed el. Onnan? Hol raktározták el ezeket? Nem tudom. Gyártják még mai napig? Szerintem nem, csak elraktározták. De hogy például ezek az illatok. Vagy például, mikor megszületett a fiam, akkor emlékszem rá, ugye én 9 hónapig nagyon rosszul voltam, én végig hánytam, tehát csak fekve. És ugye amikor megszületik a baba, akkor ezt mintha elvágnák az anyukától. És sose felejtem el, ilyen uborkás DAV tusfürdőt hozott nekem valaki a családból. Így a kórházban, mert akkor még azt hiszem 10 napot voltam bent a gyerekkel. És az az illat, mai napig, ha valahol megérzem, nem használom, mert amúgy nem szerettem, de ha megérzem, akkor rögtön az ugrik be, hogy én akkor ott hogy születtem. A gyerekkel. Igen, tök durva. Igen. Ez az uborkás. Tibi, van valami jellegzetes emlék? Nekem most, ami, én gondolkodtam, hogy mégis mi lehetne az, és van igazából, nem tudom, hogy álltok a könyv.
a könyv szagával, vagy illatával, nem tudom, minek nevezzük a szagnak, vagy illatnak. Én nekem attól az illat. Függ, attól függ, hogy milyen, mert figyelj, van egy új könyvnek, régi könyveket, hát az a jó dobos. Nekem az is illat. Én rengeteget olvastam gyerekkoromban, és édesanyám nagybátyától kaptam nagyon sok könyvet, ami hát már akkor volt, nem tudom, 30-40 éves, és nekem azoknak akkor per pillanat, mikor olvastam a könyveket, nem mondom, zavart. Szinte zavart. Akkor, mikor akkor, én olvastam, igen. Zavart. Most, bármikor, ha visszaveszem azt a könyvet, és újból olvasom, vagy megnyitom, kellemes. És ha hiszitek, ha nem, emlék. Én most is szeretek olvasni, de szívem szerint én úgy olvasnám ki bármelyik modern könyvet is, hogy legyen meg az az illata, kor. Ami akkor volt. Igen, azt hittem, hogy egy csipesszel. Igen, nem, akkor engemet mondom, tehát akkor éreztem, most ugye olvashatok régi könyvet. Igen, persze. Na, igen. Van akinek kellemes, az van akinek kellemetlen az illata. És nekem akkor az szinte-szinte zavaró volt. Most imádnám, ha tudnék egy új könyvet kiolvasni azzal az illattal. Mert nekem az az illat társul ahhoz az élményhez, amit... Az olvasás szeretete, ahogy szeretted meg gyakorlatilag. Fú, imádnám most egy 60 éves könyvet kiolvasni, mit tudom én most a legújabb, nem tudom, hogy most megjelennek. Nagyon érdekes. Jó, hát most újra jön egy kis zene a műsorba. Mi jut eszetek be a fertőtlenítő, az ilyen klóros, Tibinek már rossz, klóros szagról, és arra vagyok még nagyon kíváncsi, hogy szerintetek mi fog eszébe jutni a mai fiataloknak később? Én szeretem ezt a fertőtlenítő szagot. Igen. De most például látom Tibinek is az arcát, most ha nekem bemondják azt, hogy fertőtlenítő, és itt van először az orromba, neked mi jut eszed? Klort említettél, klóros, számomra igen. Klór. Az egy brutálisan rossz illat, vagy szag. Szag, igen. Azért, mert én régen dolgoztam, nem szégyellem, dolgoztam üzletkötőként, és klort árultam. És néha van, hogy az autóval kellett kiszállítsam. Hát az nyáron, a 40 fokos melegben, ne tudjátok meg, mikor kinyitod az autó hátulját, és megcsap, és a feleségem is ugyanolyan mániákus, mint te. Hát én nekem folyton az jut eszembe, hogy klóros kéz. Tehát ha kimegy és fertőtlenít bármit a mosdóba, vagy konyhába, vagy akárhol, én 10 óra múlva is érzem a kezén és a bőrén a klór. Tehát engem ki tudna zavarni a világból. Nekem tudjátok, mi jut eszembe, ha a klórt kimondjuk, vagy így a fertőtlenítőt, a kórház. És nekem ez egy mindig igen, egy olyan rossz. Igen, rengeteget használták a kórházakban. Igen, ugye? És ettől olyan nem igen. Jó, abszolút nem pozitív. Nekem a tisztaság egyébként, de nyilván ennek is vannak fokozatai, hogy milyen, mondjuk az őszintjén, amikor 40 fok melegbe kinyitott, brutál, az biztos egy nem olyan, mint mikor én kitakarítom a fürdőszobámat. Uh-huh. Tehát én azt a fertőtlenítős szagot. De egyébként szerintem a fiatalok, visszatérve a kérdésre, szerintem a mostani fiatalok nem is fogják igazán tudni, hogy mi az a klór. Mert nagyon sokan már nem azt használnak, vagy már más illatokban. Nem azt, viszont ha már a fertőtlenítőnél jártunk, az viszont a mindennapjaik része lett. Ugye a Covid miatt. Igen, a vírus miatt, de nem klórral, látod? Nem klórral, de annak a fertőtlenítőnek is van egy ilyen alkoholos, igen, jellegzetes... Igen. Meg sok illataroma van már azért mindenben, tehát már az elviselnek. De a klór kiült. Vannak illatos klórok is, de nekem kiült, tehát engem... Hát jó, Tibi, hát te az klór specialista lettél, mondhatjuk hát azt, te kaptál belőle klórügynök. Csináltam, de... Klórügynök, igen. Brutál. Uh-huh. Nem, 40 fokos melegben mondom, hogy nagyon-nagyon durva klór. Egyébként káros is. Nagyon. Persze. Jó is, hogy abba hagytad. Jobb is neked itt a rojáténbe. Jöjjön most egy kis zene újra. Már is itt vagyunk a rövid reklám után vendégeimmel, Anna Marival és Kerner Tibivel a szagló emlékezet témakörben. Beszélgetünk, csavargunk, és most egy nagyon jó kis játékkal készültem nektek. Arra kérlek titeket, hogy van egy-egy szemkötő, szemfedő. Parancsolj. Köszönöm. Vegyétek föl, és akkor én már is megkezdem itt a méregkeverést. Nem bosszít. Fogok nektek mutatni különböző dolgokat, és arra vagyok kíváncsi, fölismeritek-e illatra. Hát próbáld. Úgy az igazi. Szia. Már elvesztettük. Szia, Tibi. Na, akkor nem látok semmit. Nem, sem. Leveszem a varázskendőmet. Csiribú, csiribá. Kezdjünk egy egyszerűvel. Én nekem is gondolkodnom kell. Tibi, nyújtsd ki a kezed. Ne leneved a szemedről. És akkor a kezedbe adok, opa, jó, megráztál. Ide adok valamit, és tedd az orrodhoz. Egy tálka, fogd erősen, óvatosan. Mert picit folyékony, óvatosan.
kis tej mindjárt az inget. Igen. Visszaveszem, és akkor tudod-e, hogy mi ez? Mi lehet ez? Én egy szappannak, vagy samponnak. Olyasmi, terem. Igen, nagyon jó. Lesekít, hogy föl van-e írva nekem, de nincs. Most vagy nem tudom. Anna nekem Mari, ilyen zöld almás, vagy rózsás kettő között igen, valami. Igen, nagyon jó egyébként. Odaadom, és akkor óvatosan. Igen, úgyhogy úgy ne lögybölt. Jó lesz? Jó, ennyi elég is volt neki. Ugyanazt szagoltad? Igen, ugyanazt, mind a kettő. Valami sampon szerintem. Öblítő. Olyasmi, na akkor visszakére, és akkor elárulom. Sampon, öblítő, szappan, valami ilyesmi. Igen, folyékony mosószer volt hát, ez. Akkor kérlek szépen, Tibiát, te nem használsz ilyet sokat, úgyhogy gondolom az asszony indítja a mosást, úgyhogy... De milyen illat? Hát az zöld. Zöld. Hát akkor az almas tímel meg a rózsa. Éppen az is lehet. Jó. Nézzük a következőt, ez tényleg nagyon könnyű lesz. Ezt is úgy fogom adni nektek, sőt... Anna-Mari, veled kezdünk, jó? Na? Arra kérlek, hajolj közelebb, és én az orrodhoz próbálom tartani. Ez az, most lesz jó, most... Miért ez unikum? Unikum? Nem. Gyere vissza. Jó, ennyi, ennyit tudok adni belőle. Hát valami ilyen nagyon ánizsos, ilyen gyógyszeres izab. Aha. Tibi, te is egy picit hajolj előrébb, és ide tartom neked. Na tessék, itt van. Jó. Ez... Jéget? Ez nem, ez valami konyak. Olyasmi. Tényleg? Rum? Konyak? Hát ez pálinka. Kérlek szépen. A jó az öreg. Alkohol stimmelt. Az alkohol stimmelt, azt eltaláltátok. De milyen rossz pálinka lehet ez? Nem. Ez nagyon jó pálinka. Jöjjön most ismét egy... Azt inkább meg kellett volna kóstolni, mit mondsz? Hát egy kicsit valahogy csalnunk kell. Most úgy fel tudod kóstolni. Nem, az elég itt, ami volt. Csalok egy picit, így már sokkal jobb lesz. Na, Anna-Mari, hajolj egy picit. Ne gyere. Jó. Jó lesz. Gyász, vagy ne harap. Citromos, ánizsos, citromos. Nem, Tibi, neked is egy kicsit adok. Hú. Hát a citromos stimmel. Pedig. Ah, meg nem? Ez citromos stimmel, de olyan, hogy jön, hogy megegyem. Összefolyt a nyálaszámba. Tényleg? Igen, mutasd még egyszer, léci. Odaadom a kezedbe, tessék, hát ha úgy könnyebb lesz. Anna-Mari, neked is adok a kezedbe, mert így akkor biztos. Gyömbér? Na tessék! És miből találtak ki? Tényleg olyan, mint a citrom? Aha, citromos pedig. Mert egész közel. Az előbb... Lehet azért, mert ott van a teámból hoztam. Nem, gyerekek, ha látod, hogy gyömbér, tudod, de ha nem látod, lehet, hogy azt hiszed, hogy más. De figyelj, ha ennyire tartod, próbáljátok ki otthon, citromot érzel. Most már kifogom. Nézd meg, ha vidd be az orrodhoz, és fogod érezni ezt az erős csípős. Hát ugyanezt mondtam, tudod, én is citromot mondtam. Igen, citromot, te citromot mondtál, ánizsos valami. Uh-huh. Jó, jöjjön most egy nagyon nehéz jön. Aha. Már cuppant a teteje. Nem ketchup lesz, ígérem. De gyere, hajolj közelebb, Anna-Mari, egy kicsit. Óvatosan. Opa, vigyázz már, harap. De mi ez, várj már. Itt van még? Nincs. Ja? Nem merem odaadni ezt nem adhatom kézbe. Jó, sajnos. Jó, de akkor tartsd, hogy hagyd szagoljam. Tessék. Élvezed? Jó illata van? Hát alig érzem. Na Tibi. Hát ha Tibi. Csak majd nem ő. Már Covid. Nem érzem az illatot. Júj de. De mi lehet ez? Ez nem étel, ugye? Nem. Ez valami parfümszerűség. Spré. Hát elég parfüm. Gyenge parfüm lenne. És még mindig itt van. De ez jó. Ja, nincs. Adjad egy kis. Tibinek adok egy kis szippantást. Óvatosan. Ez mint egy karamell valami, nem? Nem. Mutasd elárulom. Még egyszer. Még egyszer. Na, utolsó. Hát nem is jó. Nem is jó, de, mi? De kellemes, nagyon jó. Nem is jó, mávas. Mi az? Hát nagyon nehéz volt. Nagy cicó. Rúzs. Tényleg, Tibi? Na, jó. De Tibi egész közel jártál, meg vagyok lepve. Nagyon könnyű lesz, remélem. Tibi. Amúgy egy rossz pálinka is lehetett volna. Te kapod először, Tibi, gyere egy picit az orrodba, ez az. Mati. Nem jövök rá. Várjál, még ne szagolj, ne most. Nem tudom. Mi az? Szappan? Igen. Szappan. Szerintem neked átlátszó a izin. Mit mutatok? Esküszöm, mi van csukva? Tényleg szappan? Van csukva a szemem nekem folyamon. Szappan? Na. Hát de ilyen semmilyen szappan. De nem tudtam semmilyen ilyen. Le is vehetitek, kedveseim, mert ennyi volt ez a kis tesszünk. Szemleges. Folytatjuk még a következő blogban. Ez volt minket az. Nem maradt rajta? Igen.
Jöjjön most akkor egy kis zene újra. Jön most akkor egy újabb játék. Tibi, arra kérlek, hogy akkor a szemkötőt azt vedd vissza, légy szíves. Anna Mari, te most még nem, ennek picit a segítségedre szükségem lesz. Nem kacagunk. Szemed becsuk. Nem, abszolút nagyon jól áll. Igazából ismét majd szagokat kell fölismerned. Úgyhogy mindjárt be is hozzák nekem, csak nem szeretném, hogy lásd ezeket a szagokat, hogy mi az. És utána Anna Mari, veled is ugyanez elő fog fordulni, jó? Úgyhogy készüljetek nagyon. És akkor most pedig, Tibi, leveheted a maszkot, kérlek szépen. Boldog szüli napot! Boldog szüli napot! Boldog szüli napot, Tibi! Boldog szüli napot! Köszi szépen! Hát Isten éltessen nagyon sokáig! Szabad meg is, mered, mi az? Ezt ide tettem. Így van! Köszönöm! Hát az igazat megvan, hallottam, hogy valami sistereg, és biztos volt a mampa, hogy egy tűzi játék. Mondom, azt kell megszagolni, hogy annak milyen az illata. Teszünk itt neki egy kis helyet, csücsülj le nyugodtan, Tibi! Hát én is szeretném átadni így ülve a kedves köszönöm ajándékomat, a puszit, majd utána elintézzük. Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig, Tibikém. Nem tudom, hogy emlékszel-e, hogy hát körülbelül egy évvel ezelőtt volt egy műsorunk, amikor a meglepetés szülinapokról volt szó. Ne viccelj. És említetted, hogy neked még nem volt meglepetés születésnapod, úgyhogy megkértem a kedves kollégákat. Szóval ez te voltál? Ez a szerkesztőnk volt, mert ő emlékezett rá nagyon jól, uh-huh, úgyhogy neki jár a dicséret, mert köszönöm szépen. Nekem már olyan a memóriám, mint a kis elefántnak, de szeretnénk az egész stáb nevében nagyon köszönöm boldog szülinapot, és örülünk, hogy itt vagy velünk, és hogy végre egy meglepetés szülinapot tudtunk neked létrehozni. Remélem emlékezik, hiszen a kedves nézőknek elmondom, tegnap ünnepelte Tibi, ugye 19-én ünnepelte. 19. születésnapját, igen. A 19. születésnapját, úgyhogy ebből az alkalomból köszöntjük most őt. Én pedig akkor felolvasom az utolsó kívánságot, hogy utána neki láthassunk a tortának. A mai műsort a Royal Team Szívemből köszöntelek című videóklipjével zárjuk. Ezt a dalt küldjük mindenkinek, aki most ünnepli a születésnapját. Köztük szóljon a dal ma Kerner Tibinek is. Isten éltessen még egyszer köszönöm nagyon szépen sokáig. Köszi szépen. Kedves nézőknek köszönjük szépen, hogy velünk tartottak a mai műsorban is. Tibikém, Isten éltessen még 100 évig. Kedves nézők, ha van kívánságunk, írják meg nekünk azt a Sláger TV Facebook oldalára, és tartsanak velünk legközelebb, és várjuk Önöket itt a Starlight-ban. A viszontlátásra! Viszontlátásra! Sziasztok. Varga Kingát a Quindress webshop öltözteti. A műsor támogatta a Szigetközi friss víz, egy csepp természet a Szigetköz szívéből. A műsor támogatója a Vision Team. www.visionteam.hu